Jó napot kívánok, Mátai Mónika vagyok, kollégámmal Bokányi Péterrel beszélgetünk. Az előadásunk vagy beszélgetésünk címe: lehet a kulturális örökség a települések együttműködésének alapja? Mind a ketten dolgoztunk ezen a területen, külön-külön és együtt is, és a tapasztalatainkat szeretnénk önökkel megosztani. És az én területem az irodalomtudomány elsősorban, és ezen belül az irodalmi kultuszok világával foglalkoztam, társítva a regionális irodalommal. És ennek kapcsán, hogyha megengedik, akkor egy pár szót szeretnék mesélni egy projektről, ami egy sikeres projekt volt, ez a Kemenasalja irodalmi emlékei című projektünk volt, ami kifejezetten és konkrét választ ad a címünkben feltett kérdésre, tehát hogy lehet-e a kulturális hagyományok, kulturális örökség a települések közti együttműködés alapja. És a Kemenasalja egy vallásos vidék, hogy a 18-19. Század környékén alig-alig találunk olyan települést ott Celdömörtnek a 30 kilométeres sugarú körében, ahol ne találnánk, találtunk volna valamilyen emléktáblát, valamilyen kis emlékjelet, hogy ott valaki élt és alkotott. És ez adta az ötletet, hogy talán ezt kezdeni kellene valamit, és első fázisként hálózatosítottuk ezeket az emlékhelyeket, és az egyik emlékhelyről irányítottuk a másikra az oldalátogatókat, és hát létrejött egy olyan turisztikai térmék, amit úgy hívtak, hogy Vas megyei irodalmi emlék. Itt viszont a témánk szempontjából nem feltétlenül ez az érdekes, hanem az, hogy ez a munka ez milyen hatást gyakorolt a települések életére, tehát úgy a saját életükre, mint az egymáshoz való viszonyukra. Itt, hogyha megengedik, akkor szűkíteném Csönge településre a példámat. Csöngén állt Vörös Sándor emlékháza, amit a 90-es évek óta gondozgatott több intézmény, de valójában meglehetősen elhanyagolt állapotban volt. Aztán, ahogy a falu különösebben nem vett róla tudomást, tudták, hogy ott van, és hogyha valaki megkérdezte, akkor megmutatták. Viszont amikor elkezdődtek a ház körüli munkálatok, amikor azt kezdték látni, hogy emberek mennek oda azért, hogy megnézzék, aztán emberek mennek oda azért, hogy gondozzák, kezdett szépen lassan felértékelődni Vörös Sándor emléke csöngélyek számára is. Olyannyira is ez volt, azt gondolnám, a csúcspontja ennek a folyamatnak, hogy miután éveken keresztül Vörös Sándor születésnapján megemlékezést rendeztünk a helyiekkel együtt, akkor egyszer csak megszületett az a döntés, hogy a helyi falunap, ami minden falunak az ünnepe, a helyi falunap az minden esztendőben Vörös Sándor születésnapjához kötődik majd. Most tehát akkor az egyik haszna, hogyha úgy tetszik ennek az irodalmi hagyománynak, ennek az irodalmi emléknek az, hogy alaposan erősítette a csöngéi identitást, illetve a térségi identitást is, hiszen a szomszéd falós félszonyfa is bekapcsolódott, és itt akkor már lehet folytatni azzal, hogy miképpen lehetnek ezek a hagyományok kötőelemek és kapcsolóelemek a települések között. De Csönge és Ostfélszonyfa között a vörös hagyomány egyértelmű kapcsolatot teremt. A csöngéiek ünnepelnek, ostfélszonyfaiak versmondó versenyt szerveznek az általános iskolában, de megvalósult egy olyan fajta kapcsolat is, ami egy jóval távolabbi kapcsolat. Miután Csöngén elkészült az emlékház, Iszkázon, Veszprém megyében, Vas és Veszprém határán pedig ott áll a Nagy László emlékház, a két település hivatalosan vette fel a kapcsolatot, és működtek együtt programcserékkel, egymás programjainak a látogatásával. Tehát azt gondolom, hogy ez egy jó példa arra, hogy miképpen képes a kulturális hagyomány bármiféle kötőelem lenni a települések között. Egyetlen dolog van, amit viszont nagyon fontosnak tartanék kijelenteni és mondani, hogy ez a kapcsolat, ez addig tudott működni, illetve ez a kapcsolatteremtés, kapcsolattartás és turisztikai termékként az irodalmi emlékút, addig tudott működni, amíg volt egy olyan érnyű szervezet, amely segítette a kapcsolattartást, illetve az egésznek a működését, ezt akkor Szavária Turistnek hívták, mert hogy az illető Szavária Turist megszüntével, és így a koordináció megszüntével gyengültek ezek a kapcsolatok, tehát én azt gondolnám, hogy válaszolva a címben feltett félig kérdésre, hogy igen, a kultúrás hagyomány alapvető és lehet a települések közti együttműködésnek, viszont mindenképpen szükséges valami olyan koordináció
bizonyos szervezet, legyen az egy egyesület, legyen az egy intézmény, ami segíti ezt a kapcsolattartást. Péter, hadd kérdezzelek meg, hogy találtál rá a témára, különösoljára? Én olyan helyen nőttem fel, ami Csöngétől 10 kilométerre található, és többetten szembesültem azzal, hogy nekem gyerekkoromban nem mondták az iskolában azt, hogy ott van Csönge, hogy ott van Ostiasszonyfa a Petőfi emlékekkel, hogy 20 kilométerre a Negyházas hegye a Berzsenyi emlékekkel, ott tőle 5 kilométerre Duka a Dukai Takásvői emlékekkel. Tehát valahol minden bizonnyal ez a csöpnyi-csöpnyi meglepődöttség és felháborodás, hogy mi magunk sem vagyunk tisztában az értékeinkkel. Sok őket tárni. És fel kell őket. Most én hadd mondjak, én történész vagyok, az IASZ kutatója és az ELTE oktatója. Néhány évvel ezelőtt, jó pár éve, 2012-ben kezdtem el diákokkal kutatni egy olyan történetet, ami egy picit ellenpontozza azt, amit a Péter mond, de viszont nagy szükség van arra, hogy kiemeljük az izolációból azt a traumát, amiben az a közösség belekerült még a Horthy-korban. 1929 nyarán botrány robbant ki a magyar sajtóban, és aztán nagyon gyorsan ez átterjedt a nemzetközire. Arzénnal, az derült ki, hogy Arzénnal a Tiszazúkban asszonyok elsősorban Nagyrév faluban megmérgezték a családtagjaikat. Ugye a korabeli kormányzat elsősorban Klebersle Kuno kezdte el magyarázni ezt, hogy hát mi is történik. Ennek óriási recepció története van a magyar irodalomban, szociográfiában, filmben, stb. És tulajdonképpen ezt dolgoztuk föl. Na most, amiért én ezt szóba hozom, az az, hogy két dolog. Egy, akkor értettem meg, hogy egy közösség számára milyen iszonyatosan fontos a múltfeldolgozás, hogy azok az emberek 2012-3-5-16-ban készültünk el a könyvvel, tehát, hogy 90 évvel az események után sem tudnak, vagy 89 évvel túllépni. Iszonyatos igényük volt arra, hogy korrektül prezentálja valaki azt, hogy mi történt, és azt hiszem, hogy nem önhítség azt mondani, hogy némi hálát éreztek, és szeretetet sugároztak felénk, mert nem botrányt csináltunk, nem egy ilyen búvársajtos módon közelítettük meg ezt a témát, és azt hiszem, hogy mi voltunk ilyen értelemben talán az első, mert mindenki, talán még Schiffer Pál a 60-as évek végén ment oda a dokumentumfilmet csinálni, de az összes többi feldolgozásban volt valami kicsit ez a botrányra ráugrok, és senki nem törődött azzal, hogy ezeknek az embereknek abban a faluban kell élni, amiről Magyarországon mindenkinek évtizedeken át ugyanaz jut az eszébe, az Arzén. És amikor oda mentünk, akkor ők maguk viccelődtek ezen, hogy hát nyugodtan igyatok, drágáim, egyetek pogácsát, nem arzénos. Na de ebbe szörnyű fájdalom fejeződött ki ebben a mondatban. És hát azóta is gondolkozunk, hogy lehetne nekik abba segíteni, hogy valami networkbe bekapcsolni, mert azért ilyen fajta trauma, mint ami őket érte akkor, azért az országban elég egyedülálló, de azt kell mondjam, világba is, mert aztán kiderült, hogy ilyen nagy tömeges gyilkosság nem volt. De lépjünk tovább. Péterre, bocsánat. Még egy apróság itt annak kapcsán, hogy említettél, hogy a helyiek. Tehát azt gondolom, hogy a kulturális hagyományok, kulturális értékeknek a létét az első körben helyiekben kell tudatosítani. Ami nem könnyű, mert nyilván nem lehet azt megtenni, hogy oda megy valaki kívülre, és azt mondja, hogy te figyelj, ez fontos azért, mert, hanem akciókkal, tehát rendezvényekkel, ismétlődő rendezvényekkel, tudnélik nyilvánvalóan alapvetőek ők ennek az egésznek gondozásában és működtetésében. Így van, természetesen, viszont az is igaz, amit mondtál az előbb, hogy kell egy külső ágens, aki ebben segít, hogy ők ezt meg tudják valósítani. Na most, amivel mi a Péterrel együttműködünk 5 éve, a Hankis Elemér Szellemi műhelyének, nem is tudom, megvalósítóiként, vagy művelőiként kezdtük el a beszélőházak projektet 2015-ben itt az EHS-ban, és annak van egy könyv termése 2019-ből, és most fejezzük be 2020-ban ugye ennek a második részét, összegi történeteket, ahol azt próbáltuk meg módszertanilag megfogni, hogy a helyi történetek, amik a nemzeti narratívába néha mindenképpen kapcsolódnak, de nem pont úgy, ahogy az el van mondva, és tényleg akárhova nyúlunk, irodalom a 18. században, kuruckor, szabadságharc, 19, és sorolhatnám, második világháború, holokauszt emlékezett. Mindig itt vannak a helyi sajátosságok, a helyi elemek. Ez az egyik. Tehát próbáljuk összekapcsolni a mikroszkopikus
felfedezéseket makroszinten beágyazni, értelmezni. És ez nem egy egyoldalú kommunikáció, nem arról van szó, hogy mi ezt behelyezzük a nemzeti narratívába, hanem éppen fordítva, ezáltal formáljuk a nemzeti narratívát. Ez a dolognak a lényege. Ráadásul az utóbbi időben elkezdtünk összekapcsolódni a Pannonvárosok Szövetségében más településekkel, Zalaegerszeggel, Tatával, Keszthellyel. Most jövök Keszthelyről, nagyon szépen megállapodtunk keszthelyi kollégákkal, két kötetnyi anyag gyűlt már össze, úgy látom, hogy nagyon lelkesek, szeretnék azt adaptálni Kőszegre, vagy bocsánat, Keszthelyre, amit mi Kőszegen megvalósítottunk, tehát úgy érzem, hogy megérintette őket, természetesen olvasták, én kétszer is beszéltem arról, hogy mi mit csináltunk a kőszegi kötetben, és most készül a keszthelyi változat, ami egyébként Péternek is köszönhető nagyrészt, hiszen összehozott keszthelyet. Tudnék, hogy meg mindössze annak köszönhető, hogy a térségben birtokos, illetve Kőszegen is birtokos nemesi családok révén természetes kapcsolatok vannak. Így van, tehát a Festetics örökség, hát ez köti össze a két települést nagyon erősen. Ugye itt Festetics Imre, Keszthelyen pedig Festetics György a 18-19. És hát aztán ennek köszönhetők ilyen kis apró csodák, hogy abban az évben, amikor mi itt Kőszegen ünnepeltük Rájmis József születési évfordulóját, ugyanakkor Keszthelyen emléktáblát avattak Rájmis József tiszteletére, hiszen itt született nálunk, itt tanult a gimnáziumban, és ott nyugszik Keszthelyen. Úgyhogy ott például a maga természetes módján valósult meg az együttműködés, hiszen tudtunk egymásról és részt vettünk egymás rendezvényeit. Na most az, hogy ez a bizonyos, hogy a kicsiből, a lokálisból hogyan tudunk kapcsolódni a globálishoz, hogyan tudjuk alakítani a nagy narratívát, amit az imént mondtam, erre az első kötetben több kísérletet is tettünk, hadd említsek én kettőt, aztán Péter, nálad a labda. Az egyik, az egy nagyon fontos holokauszt túlélés történet, amikor valaki, ugye Görög Sándor akadémikus, az ő története szerepel az első kötetben, Kőszegen éltem a nehéz időket, az édesapja ide a Verbita szerzetesekhez menekítette, akik nagy szeretettel óvták és átsegítették a háború borzalmain. Sajnos a családja nem maradt életbe, viszont Görög Sándornak az az élmény, amit Kőszegen szerzett, részben a verbitáknál, részben pedig a bencéseknél, olyan életre szóló erőt, példát adott, hogy most 87 éves korában nem csak, hogy erről beszél, hanem azt mondja, hogy soha azt az életpályát, ugye akadémikus, nemzetközi hírű tudós, kémikus, soha nem tudta volna befutni, ha a családját nem pótolja az a bencés közösség, amelyiket ugye elveszítette, és akik valahol próbálták, nyilván nem lehetett pótolni, de próbálták azt az értékrendet közvetíteni neki, ami segített őt a pályáján. A másik példa, akit mondanék Kőszegről, aki az élete legkritikusabb időszakát töltötte Kőszegen, Kristóf Ágota, nem eléggé megbecsült, Péter ezt irodalmárként sokorban el tudja mondani, hogy miért, de azt hiszem, hogy azzal, hogy itt helyben, mégis én írtam meg, de mindegy is, tehát kimondtuk, hogy az ő borzalmas belső feszültsége és traumáinak a hátterében mi áll, az édesapjának volt itt egy pedofil pere, és hát ő ezt soha nem tudta feldolgozni, de ennek ellenére megcsinálta magát, mint író, 50 évesen, francia nyelven, és egy olyan karriert futott be, ami a magyar irodalomban teljesen páratlan, tehát a borzalmas és a nehéz gyerekkorát részben a II. Világháború végéből következett, tehát ugye 1944-ben került ide a család, részben pedig ez a belső személyes családi katasztrófa. A kettőt együtt vitte magával a kimondatlanul, feloldatlanul a drámát, de ennek ellenére kihozott belőle egy fantasztikus életet. Jó, hát én akkor amit hozzá tennék, ehhez, amit Móni mondtál, talán az egyik például a bencés rendet és a bencés rend szerepe. Itt Rájm is kapcsán, mert tulajdonképpen érintettük, de hogyha végig gondoljuk azt, hogy itt a jezsuita gimnázium óta, tehát a kezdetektől fogva ki mindenki tanult és ki mindenki tanított, akkor gyönyörű hálózatokat láthatunk már most is, amik összekapcsolnak embereket és összekapcsolnak településeket. Egy jutott eszembe, most hirtelen sok eszembe juthatna Guzmics Izidor apát, aki Vas megyében született, Kőszegen tanult, aztán Pannonhalmára került,
aztán bakonybérbe került apátként, tehát gyakorlatilag a tevékenysége négy települést kapcsol össze, és négy települést tűz össze. Nagyon sok ilyen nevet említhetünk még a vencések közül. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a mi intézetünk nem csak azt az ágensi szerepet tudja betölteni, amiről Péter itt beszélt, hogy a kultúrás örökség hagyományait az egyes településeken tudatosítsuk az ott élőkben, mert ez nagyon fontos, hát ez az identitásnak az alapja. Rosszat, jót egyaránt meg kell mutatni. Ez az egyik. De ráadásul a bencés rendház kapcsán azt kell mondanunk, hogy hát most készült el a csodálatosan felújított épület, amiben ugye működött a gimnázium sok másfél száz, vagy több mint másfél száz éven át, és ezt nagyon szép látni, egy nagyon szép ünnepség keretében sikerült ezt a múlt héten megmutatni, hogy amikor az épített örökség megújul, nyer egy új funkciót, és mögé tesszük, egy filmben sikerült ezt megmutatnunk, mögé tesszük azt a kulturális tartalmat, ami ennek az épületnek életet ad, amitől az emberek azt érzik, hogy érdemes idejönni, mert ez valami unikális, valami különleges, és ha idejövök, most ugye szállodaként fog működni az étterem, vagy bocsánat, az épület, ha itt vagyok, ott töltök időt, akkor valamit meg fogok ebből érteni, hogy ott emberek milyen sorsokat formáltak, hogyan éltek. Már ott itt már tartunk, hiszen a Kőszegnek a másik, illetve a kiemelkedő irodalmi kultuszfigurája ott végezve. Az iskolát a mai napig nagyon sokan keresik föl azért, hogy egy picit megérezzenek valamit abból, hogy milyen ott lenni és abban benne lenni. Nagyon szépen épült ki Kőszegen az Ottlik kultusz 98-tól kezdődően Fűszha Balázs irodalomtörténész vezetésével, és itt például egy sajátos helyzet állt fenn a közösség, illetve a kultuszépítés dolgában, mert hogy Kőszegen terjedtek mindenféle legendák Ottlik regényével kapcsolatban, illetve az ahhoz való viszonnyal kapcsolatban, miszerint nem szerették volna Ottlikot, és érzékelhető volt némi ellenállás. Hosszú és sok év telt el a kezdetek óta, most ott tart Kőszeg városa is, azt gondolom, hogy szépen bekerült a köztudatba Ottlik és az iskola a határon, közterületet neveztek el Ottlikról, részvévé vált Ottlik a kőszegi identitásnak. És nyilvánvalóan, itt megint csak, hogyha hálózatokban gondolkozunk, és kapcsolatokban gondolkozunk, akkor itt pedig a katonai iskolák. Hiszen Nemes Kürti tanár, akinek a könyvhagyatékát az intézetünk őrzi. Nemes Kürti tanár úr sokszor elmondta azt, hogy ő ugyan nem Kőszegen volt katonaiskolás, de pontosan tudja, hogy mit jelent katonaiskolásnak lenni, és pontosan érti Ottlik regényét. Nagyon sokan vannak ezzel így még Kismartonban, Pécsett és így tovább, ahol ezek a katonaiskolák működtek. Próbálunk tovább lépni, tehát a hálózat, ez egy kulcsszó, és a másik pedig a mélyfúrás. Tehát nézzük meg, ugye van két fantasztikus regény, a Nagyfüzet és az iskola határon. És akkor amit itt az intézetben kutatóként próbálunk megtenni, hogy ezek kapcsán fölteszünk további kérdéseket. Ugye miért volt nehéz befogadni a kőszegieknek az Ottlik regény? Hát azért, mert az Arreáról nem azt a képet mutatta, amit itt a helybeliek dajkáltak évtizedeken át, hanem valahhoz képest valami mást. Miért nehéz befogadni a Kristóf Ágota regény? Azért, mert hát megint csak hasonló töltetről van szó, szóval, ugye olyan háttere van, amivel nehéz megküzdeni. De hát úgy kell megmutatni a múltat, hogy igen, fel kell dolgozni annak a nehéz és negatív vonatkozásait, de anélkül, hogy feldolgoznánk, anélkül nem tudunk tovább lépni. Úgyhogy azt hiszem, hogy a kutatásaink erre irányulnak, ha eljutunk egy szintre, akkor jön a mélyfúrás, és lépjünk onnan tovább, és tegyünk újabb kérdéseket. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!